világ legszebb dalaiból egy kazettát. Slágerparádé! Másolópapírok, irodai papírok, iskolai füzetek. Forgalomba hozzák a Piért vállalatok. Egy kis trombita és hárfa muzsika után innen a TV2 stúdiójából a Torpedó jelentkezik. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és remélem, hogy sokan fognak ma nyerni, és várom az első telefonálót. Halló? 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 Tiszteletem. Halló, jó napot kívánok, dr. Kubi József vagyok. Igen, honnan tetszett? Miskolcról telefonálok. És foglalkozás? Telefonközpont kezelő vagyok. Telefonközpont kezelő. Játszott már Torpedót? Látott nem, már? Sajnos nem játszottam még, hát látókoromban igen. Tessék? Látókoromban igen, a tanáraim örömére nem díjazták, hogy a kockáslap hiányzott a füzetből. Értem, szóval ismeri a Torpedót? Ismerem, igen. Na hát akkor kérem szépen, tessék választani. Nem tudom, milyen választék van, mert én nem látom a kínálatot. Hogy nincs bekapcsolva a készülék? Be van kapcsolva a készülék, csak én nem látom. Jó, szóval nem látja a képernyőt. Igaz, már többször felhívtuk a kedves nézők figyelmét, hogy vak versenyző is játszhat. Hát akkor most önnek segítek. Külföldi utazás, belföldi takarékbetétkönyv. Jó, és akkor egy picit fogok segíteni önnek, csak annyit, amennyit a verseny szabálya megenged. Vakversenyzővel már játszottam, és voltak, akik szépen nyertek, hát ezt kívánom most önnek. Köszönöm szépen. 1-2-3, tessék. Aladár 2. Aladár 2-es, sajnos ott most nincs találat. Béla 3. Béla 3. Most ott se rejtett el a komputer. Cecil 1. Cecil 1-es. Most 3 fekete kereszt van sajnos. Dénes 3. Dénes 3-as. Ott se rejtett el ajándékot a komputer. Elemér 2. Elemér 2.
és már csak egy lövés van, tegnap előtt ezzel is vitt. Nyugodtan, mert rengeteg időnk van. Most nagyon egy sarokba tetszik lőni. Ferenc 2. Egy. Hát sajnos, nem sikerült. Ennyit tudok elmondani, az Aladár egyet lőtte volna, ott volt egy betétkönyv. Hát talán legközelebb sikerül. Köszönöm szépen, hogy hívott minket. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Igen, kedves nézők, már többször elmondtuk, hogy a torpedót vakok is tudják játszani, tehát akinek kedve van, még természetesen telefonáljon nekünk, holnap, még ebben a hónapban lehet torpedózni. Kérném a következő játékost. Halló! Halló! Tiszteletem! Jó napot kívánok, Juhász István vagyok, Kisújszállásról. Kisős foglalkozása? Heggesztő. És családi játék? Hát igen, igen.